Ez a hatalmas szerkezet hamarosan az M6-os autópálya új szakaszára fog kerülni. Az úgynevezett ívhíd, illetve annak betolása egy technikai újdonság. A vasúti hidat egyébként helyben gyártották le. Az ezt bemutató tájékoztatón vett részt Hargitay János országgyűlési képviselő, aki elmondta, ez messze Baranya legnagyobb beruházása. Ugye egy olyan időszak előtt állunk, amikor az állami nagy beruházásokban a háború miatt némi megtorponás lesz, de nyilvánvalóan azokat a beruházásokat, amiket a kormányzat a NIV ZRT-n keresztül elkezdett, ezeket végig is fogjuk tenni. Tehát az ország nehézségei, amik a háborúból adódnak, az egész világnak nehézségei vannak, az ezt a beruházás biztos, hogy nem fogja érinteni. Ezzel a lendülettel, ahogy eddig épült, épülni fog a továbbiakban is. Sőt, én azt látom és azt hallom a szakemberektől, hogy egy kicsit előbb be fogják fejezni, mint amire a szerződés kötelezi őket, mert az 24 tavasza, de ez lehet, hogy előbb elkészül ez a beruházás. És amit én ehhez hozzátennék, ez a beruházás persze azzal kap értelmet, hogy kijutunk Horvátország területére, mert ha Iván Dárdánál innen 19 kilométerre megállna az élet, akkor olyan sok mindent nem csináltunk volna. De hála Istennek Horvátországból nagyon pozitív hírek érkeznek. A horvát közlekedési miniszter szavait közvetítette a képviselő. Horvátországba Eszéktől, a Drávahídtól fölfelé Pélmonostorig szintén épül az autópálya. A közlekedési miniszter azt jelezte, hogy ezt októberbe átadják. Tehát Eszéktől föl Pélmonostorig 17,5 kilométer elkészül. Ha ez így lesz, és valószínű így lesz, akkor a horvátoknak is már csak 5 kilométert kell megépíteniük Pélmonostortól föl Iván Dárdáig a határig, és a miniszter úr közlése szerint ez 24-ben meg tud történni. Így Horvátország a maga 88 kilométerjével is megvan, mi ugye ezzel a 19 kilométerrel befejezzük a ránkeső, 5C koridorból ránkeső szakaszt. És ami szintén fontos nekünk, Boszniából is pozitív hírek érkeznek. A bosnyákoknak van ezen a koridoron egy 320 kilométeres szakaszuk, és ebből már elkészült 14,5 kilométer. És a bosnyákok azt mondják, itt még vannak kételjeim, hogy 2025-re a bosnyák szakaszok is elkészülnek. De mi is az, ami felértékeli majd ezt az autópályát? Hargitay János erre is választatott. Ez zajlik sajnos az orosz-ukrán háború. Ha holnap békét kötnének a felek, a békétlenség még akkor is hosszú évekig fenn fog maradni. És ez azt a közlekedési tengelyt, ami kelet felé gyakorlatilag az első számú közlekedési tengelyünk volt, Budapest-Záhony irány, a nagy keleti piacok irányába. Ez átmenetileg biztos, hogy arra nehézségek lesznek, és mindaz, ami délre van ettől, vagy attól, és ez gyakorlatilag a Törökországon, Balkánon át, Nyugat-Európa felé jövő rendszerek, Magyarországon az M5-ös, ugye Szegedtől föl Budapest irányába, és azt remélem, hogy az M6-os forgalmat fog átvenni, gazdaságot fog hozni, tehát felértékelődik végre a térségünk, amit ezzel a beruházással szerettünk is volna. A Bój és Iván Dárda közötti autópálya szakaszának építése még 2020 elején kezdődött. A beruházás összköltsége pedig 88,6 milliárd forint. 20 kilométer hosszan építik meg az utat egészen a horvát határig. Három külön szintű csomópont, 6 aluljáró, egy mérnökségi telep, egy komplex pihenő és egy tengersúlymérő állomás is épül majd. A készültség jelen pillanatban az útépítés tekintetében 46%-os, ez azt jelenti, hogy már nagyon jól látszik, hogy elkészült a nagy tömegű földmunka, tehát nagyon szépen kirajzolódik az autópályának a nyomvonala, sőt már a betonréteg több helyen a helyén van, és a pályaszerkezet építését is elkezdte a kivitelező, az alapréteget teríti több helyen. Emellett kisebb munkák és vízépítési munkák vannak folyamatban. Babarcnál épül majd egy mérnökségi telep, ott a mérnökségi telephez kapcsolódó épületeknek, az irodának, a sótárolónak, a raktárnak a magasépítési munkái folyamatban vannak, illetve a tengelysúrmérő helynél a hozzá kapcsolódó utaknak, a helyi utaknak a pályaszerkezetét építi a vállalkozó. Ahogyan mondtam, három különszintű csomópont, és itt a hátunk mögött pedig majd egy vasút feletti híd az, ami készül. A híd 480 tonna súlyú, így hosszú időt vesz igénybe a szakszerű elhelyezés. A kivitelező is bízik abban, hogy még a határidő előtt befejezik a munkálatokat.